Még mielőtt belekezdenénk a legújabb elköltöztem epizódokba, előtte gondoltam, hogy hozok nektek valamit, hogy lesz Debrecenben 26-án egy közönség találkozunk 17:00-tól meet and greet, törörö, viszünk nektek egy csomó matricát, elterítjük vele a várost. Már jobb vagy bal, hoppari, gyere el tesó, kajázgatások, jó kis burgirok, amúgy elég sok matricát viszünk, tudunk, szórunk, illetve viszek magammal egy pár merchet, amit elosztogatok nektek, és lesz egy olyan akció, hogy aki Rich Ganges merchbe jön, a menüje mellé vagy ajándék Rich Ganges limonádét, vagy pedig shirt kap, tudtok velünk ott találkozni, lógni, közös képet csinálni, ajándékokat nyerni, és szórakozni. Úgyhogy gyerekek, Debrecen, május 26, 17:00. Pont azért álltuk ki ezt az eseményt egyébként, aki esetleg az ország másik felén lakik, nem tud eljönni még ide Győrbe egyik közönség találkozónkra se, neki is ott legyen a lehetőség, hogy Debrecenbe találkozzon velünk. Srácok, nyomjunk egy jót, lógjunk egyet, hangoutolgassunk, dumázgassunk. Ilyen matricákban gyerekek annyi lesz. Május 26 péntek. Vésd be a naptárba, Tibi. Zing, Debrecen, Burger. Igen, Zing Burger, Debrecen, május 26. Ott találkozunk, minden jót. Pa. Közönség találkozó, Debrecen. Hangout, Patrik, én, ilyesmi. Tudod? Na, srácok, pár videó óta már ígérem, de most jött el az ideje annak, hogy ez az utolsó olyan videó, amikor ebből a lakásból jelentkezek be nektek. Sajnos nem lesz több videó innen, jön a festő, és az összes ilyen hibát, mint például ott az a porszívó, ott az a kép, ott az a nagy kép, ezeket ki kell javítania, ki kell glettelni, le kell festeni, illetve a stúdióba az egészet ki kell festeni, mert ugye úgy voltunk megállapodva, akitől béreltem a lakást, hogy vissza kell állítanom az alaphelyzetbe. Nem is változtattam egyébként sok minden, csak az egy szoba lett kifestve, meg fel lett furva pár kép, hogy otthonosabban érezzem magam. Viszont az új lakásba még nem tudok menni, annak még kell 2 hét kb. Úgyhogy, ja. Van több opció is, hogy hol fogok lakni, de egyelőre meg egyik sem biztos, mindenki fog derülni, nyilván fogok nektek onnan is forgatni. Az az egy, az biztos, hogy nagyon fog hiányozni nekem ez a hely, mert őszintén mondom, hogy szörnyen hozzám nőtt, főleg ez a szoba. Mindezt így látjátok, nagyon sok videót kezdtem innen, ezt a falat, ezt imádom, így ez, az a színvilág, ez kurva jó lett, úgyhogy, ja, igazándiból ebbe a szobába lesz ma a legtöbb munkám, ugyanis ezeket a szivacsokat le kell innen szednem, ilyennel van felrakva, de ezeket le lehet így húzni, látjátok, így tök jól lejön az egész. Csak mégis azért itt ez egy elég nagy fal, le kell szedni a tévét, össze kell raknom, ezt a gépet szedem is szét, a gép az, annak kell egy új helyet találnom, most erre a 2 hétre, ahol tudok majd dolgozni, tudok videókat vágni, ha, úgyhogy ma ez egy kemény nap lesz. Egyébként azért lesz ez most nehezebb, mint egy átlagos költözés. Nem tudom, hogy melyik cuccaimat hova rakjam össze, mert lesznek azok a cuccok, amiket nem fogok használni majd csak akkor, hogyha már az új lakásba, meg lesznek azok a cuccaim, amiket minden nap használnom kell, és lesznek azok a cuccaim, amiket lehet, hogy használnom kell ebbe a 2 hétbe, úgyhogy ez most így külön kell rendszereznem mindent. Nyilván a gép, meg ezek az elektronikai cuccok, kamera, töltő, ilyesmi, azok lesznek a legfontosabbak, meg arra gondoltam, hogy egy bőröndbe összerakom magamnak ruhát 2 hétre, és akkor túlélünk most az elkövetkezendő 2 hétbe. Őszintén mondom nektek, hogy ez a lakás, itt annyi jó dolog történt velem, hogy szörnyen nem vártam ezt a pillanatot, hogy innen el kelljen, hogy köljön, hogy menjek, mert amikor ide beköltöztem legelőször, kb. 2 éve lakok itt, ugye akkor kezdődtek ezek a heti vlogok. És nekem ez egy olyan élmény, hogy elkezdtünk heti vlogolni, azzal kötöm egy kalap alatt, hogy én itt lakom. És így nem tudom, hogy hozzám nőtt, tényleg nagyon sok videót vettünk itt fel, nagyon sok videót vágtam itt meg, nagyon sok ötletem jött itt, meg hát ebbe a lakásba annyi élményem van, hogy olvasznak, nem is tudok mit mondani. Na jó, mindegy, nem nyáladzok, elkezdem, mert soha nem fogok végezni.
Na, mint azt látjátok, ennek az aljára ide fúrtam egy és még egy konnektor bemenetet, illetve itt van a LED csíkom is. Úgyhogy ezt valószínűleg így egybe kell elvinni oda, ahol használva lesz. Na, hát egész jól kiment innen minden. Most jön az a rész, amitől a legjobban félek, leszedni ezt a szart. Na, hát ez nem most néz ki a legjobban eddig. Mennyire szar, hogy így visszhangzik minden? Na, most viszont ez van ilyen oldóm, hogy ezzel most szépen leszedjük az összes ilyen szart. Na hát, srácok, nem néztem órát, nem tudom, hogy köbö mikor kezdtem, de most 11:30 van. Szerintem másfél óra volt így ez a szakasz. Na, gyerekek! 12:11 és ezt direkt meghagytam kamerára, hogy az utolsót kurva anyád. Hú. Na, most lekenem oldószerrel azokat a pontokat, amik neccesebbek, és elviszek mindent a szeméttelepre. Azért nézzük, az egy pár üveg Bombay lecsúszott itt az évek alatt. A nagy része ezeknek nincsen megírva, de egy-kettőn van pár. Első Prola koncertre ezt az üveget vittük. Van ez a Golf Hater sorsolás előtt lévő este. Van kicsit így vártuk a közönség találkozót, ebből ezt ittuk meg. Ezeket elrakom, ezt a, viszont az összes többitől megszabadulok, mert csak porfogó. Meg még van egy ilyenem is. Ezt akkor vettem, amikor az első évet, 2021-et végvlogoltuk, úgyhogy egy videó sem maradt ki, majd hogy egy hét sem maradt ki vlog nélkül. Ezt akkor szilveszter este ittuk meg. Amúgy ezek geci jó élmények, úgyhogy hálás vagyok egyébként, hogy ebbe a lakásba élhettem eddig, meg hogy ennyi dolog történt velem itt. De már most olyan, hogy a stúdiónak ez a fele már így ki van pakolva. Hogy ránéztek, már ez már nem olyan, amihez úgy ragaszkodtam. Na hát itt már egyre kevésbé otthonosabb a hely. Minden már kipakoltam a ruháimat. Most visszük el ezt. Elvisszük a gépet egy másik helyre. Aztán lényegében amúgy minden szép lassan, már alig van itt valami amúgy. Most jön az, hogy minden cipőt visszarakunk az eredeti dobozába, arról a falról. És akkor nagyjából a ruháim 70%-a kész. Na látjátok? Ezért mondom, hogy jó elrakni a cipős dobozokat, mert most az összes sneakeremet tudom a saját dobozába szállítani, és nem kell, nem fognak szétbaszódni a költözés alatt. Szóval minden, ami itt volt, el lett pakolva. Még ha nem is az eredeti dobozába, mert mondjuk ebbe az egyes Air Force-ba is egy Jordan van, de legalább van neki doboza. The next day. Na, srácok, a hétvégén nem igazán vlogoltam, mert amíg vlogoltam is, és költöztem is egyedül, addig
eléggé nem úgy haladtak a dolgok, ahogy én azt szerettem volna, hogy kamerázni, letenni a kamerát, beállítani, csinálni, kitalálni, úgyhogy abba hagytam a vlogolást, mert muszáj volt haladnom. Ugyanis, mint azt mondtam, ma már jön a festő, és kijavítja az összes hibát. Ma még itt aludtam utoljára, szerintem. Most mutatok nektek valamit, amit amúgy tök jó, hogy ez már nem az én bajom lesz itt. Képzeljétek el, hogy itt, ahol lakom, Szitáson, itt régen, amikor még nem voltak házak, akkor itt nagyon sok fecske lakott, mert itt egy ilyen homokfal volt itt, ahova építették ezeket a házakat. És ezt az ablakot soha nem nyitottam ki az elmúlt 2 évben ugyanis. Így jön be itt a kosz, mert ennyi fecske van itt, bazeg. Nézzétek, itt nem tudom mennyire látszik. Itt a ház. Itt bazd meg, ennyi szar van az ablakban. Csak nekem nem volt szívem leverni télen ezt a házat, mert faszom, én szeretem az állatokat, nem akartam nekik semmilyen kárt okozni, hogy leverem a házukat, viszont, és nem csak ebbe az ablakba, hanem a stúdióba is. Úristen, hogy visszhangzik. Nézzétek egyébként, ilyen lett. Tök szépre ki lett takarítva az egész. Vagy hát kitakarítva még nem, de így leszedve a fal, meg lesikálva, ez elég húzós volt. Ez az ablak is ilyen. És itt is itt vannak a fecskék, mindegyik sarokba. Úgyhogy én leginkább az erkélyt használtam szellőztetésre. De viszont most már csak nagyon kevés cuccom van, szerintem egy forduló, meg a 2 tévé. Ezeket még elviszem, most még indítom az utolsó mosásokat, hogy mindig legyen ruhám, meg ott a bőröndömbe összepakoltam. Most abból a bőröndből fogok 2 hétig élni. Szerintem ez volt az utolsó éjszaka itt, úgyhogy hát, ja, még pár kört viszek innen, aztán vége. Őszintén nem tudom, hogy másokat mennyire szokott megviselni egy költözés, vagy hogy így. Nekem ez így, faszom, kurva szar most. Én azt hittem, hogy tök jó ez, hogy itt múltkor, mikor ide költöztem, az ilyen nagyon, nagyon jó volt, nagyon akartam ide jönni, de lehet, hogy most azért vagyok vele így, mert még nincs meg az új lakás. Meg itt még van pár cuccom, ha esetleg SOS-be kéne valamit vágnom, vagy képet szerkeszteni, azt meg tudjam csinálni, de ennyi igazából. The next day. Ágy itt már nincs, az a tükör van, ott még van pár ruhám, amit kimostam, porszívó. Durva így látni amúgy a hálót, hogy nincs benne semmi. Most már tényleg, ma már hétfő van, már ki van festve egy rétegbe ez a szoba, úgyhogy körülbelül most úgy érzem itt magam, mint amikor az első videót vettem fel. Hogy eltelt 2 év? Komolyan. 2 év, és körülbelül olyan 120 videó ebből a szobából, innen megvágva, illetve ebbe a lakásba kitalálva. Tudom, hogy ebben a videóban sokat beszélek erről, hogy bánt, hogy el kell, hogy innen menjek, csak nem tudom, egyszerűen most így ez van bennem. Eljött az idő. Úgyhogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ennek a videónak közel a végéhez. Reméljük, hogy a következő lakásból még sokkal több közös élmény gyűjtünk barátaimmal, illetve sokkal több tartalmat tudunk gyártani nektek. Roll the clip! Lehet, hogy ma már itt is fogok aludni. Most amúgy halál komolyan bele. Let's go, baby! És látszom, forgatjuk a vasárnapi videót, a második ám meg ki. Pártya, elhagyja a dolgot. De jó hangja a valamit. Nem tudnád közelebbről van? Jó, egyébként odafigyelünk egyébként. De most ebbe a percben senki nem mozdult meg, szóval most nem hallhat semmit. De tényleg elnézést, akkor hazaküldöm a többieket, amúgy én is unom őket.
Jó, elnézést. Te nem szeretnék rossz viszonyt ápolni. Eljött a nap, sálalálalá. Hú, gyerekek. Ezek már az utolsó pillanatok. Lálalálalá, 29 éves a bátyja. Most ebben a videóban, most láttok úgy először, hogy 29 éves vagyok. Nem tudok mit mondani, ezt megint elhittem. Jól néz ki. Nagyon jó lett. Gyere testvér! Bahazár! Tesó, te jössz! Nem tudom, mit akarok mondani. El is tudom, mit fogok most mondani. Így álljunk meg egy percre. Mi a faszom vannál? Jó, ezt nem állítom meg, te szóval. Na jó, most már jó. Amúgyban veszik.